Textilek minden mennyiségben záróállomásához érkezett szombaton a Kalandozások a Textilek Birodalmában című szakmai rendezvénysorozat. Az utolsó alkalmon a résztvevők megismerkedhettek a tamburhímzéssel, melyet egy kazak házaspár tanított. Majd Herceg Zahid László, a székesfehérvári török szőnyegház tulajdonosa tartott előadást a török kilimek titkairól, készítéséről, kezeléséről. A szakembertől megtudtuk, miért érdemes egy átlagos szőnyeg helyett a hagyományos török változatot megvenni. A különbség az teljesen óriási, ugye egy kézzel készített szőnyeget csomóznak, egy gépi szőnyeget pedig egy gép csinál, itt a tartósága, ami számít. Ugye egy ilyen szőnyeget 3-400 évig használunk, egy csomózott szőnyeget, és másik különlegessége pedig az, hogy évek alatt bármilyen hibája van a szőnyegnek, ezeket tudjuk javítani vagy pótolni, tehát nem lehet elhasználni ezeket a szőnyegeket. Ezt a programot is a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezte, melyre ez alkalommal is sokan voltak kíváncsiak az egész megyéből. Igaz, a textiles program lezárult, de az Egyesület még ebben az évben is számos rendezvénnyel készül. Két szombaton át tartjuk az Advent a Rácz utcában, tehát az azt jelenti, hogy várjuk a családokat, a gyerekeket karácsonyi díszkészítésre, mézes kalács sütésére, bármi egyéb, ami karácsonyhoz kapcsolódó, és akkor ezen a két szombaton egész nap lehet jönni hozzánk. Az utolsó rendezvényünk az 18-án a gyerekeknek szól, oda csak gyerekeket várunk, ott pedig 2-től 5-ig még egy utolsó évvégi kézműveskedésre jöhetnek. A programokról minden fontos információ megtalálható a Fehérvári Kézművesek Egyesületének Facebook oldalán.